most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Melegedő a rádiókapi műsorán, és izzanak a vonalak az SMS oldalunk, illetve a chatszoba. Most már nagyon sokan vannak fent, és beszélgetnek mindenféléről, kérdezgetnek, válaszolgatnak, és minden egyéb. Miről is van ott szó most, Ilán? Hát alapvetően a felvilágosításról van szó itt a chatszobában, illetve, hogy amit kérdeztem a Tomitól is, hogy milyen telefonszámokkal lehetne esetleg elérni azokat az embereket, akik felvilágosítással, illetve lelkiségi szolgálattal foglalkoznak. Köszönöm a Kampaninak itt, hogy rögtön két telefonszámot beírtak a chatszobában, akkor én ezt közzé is tenném rögtön. Tehát aki esetleg ilyen problémával fordulna, Krisztihez és Attilához lehet fordulni, és a telefonszámuk 0670 94 97 667, illetve 0670 94 97 666. Tehát akinek esetleg kérdéseinek lennének az étszerületen hívvel, én is minden más ilyen dologgal kapcsolatban, azt mondottam telefonálja nekik, illetve Tominak is van ugye egy ilyen oldala, ahol azért ő felvilágosításról szolgál, ugye? Van. Igen. Akkor mondd el ezt az oldalt, és hogy hol lehet megnézni. Igazából hozzátartozik az igazsághoz, hogy valóban elindult egy honlap a garanciósról egy időben. Ezt egy igazából először alapoldalnak szántam, mert nem, amikor elkezdtem ezt az egészet Magyarországon, nem tudtam, hogy mi az a stílus, mi az a lendület, amit a magyar fiatalok igazából szívesen vesznek. Igazából, amit elindítottam oldalt, ez egy alapinformációkkal teletűzelt oldal, amik általános információkat tartalmaznak, és ez az oldal lesz körülbelül egy-két hónapon belül, amikor a következő kampányunk elindul, akkor fog megújulni, és akkor egy picit még tartalmasabb, még izgalmasabb lesz az oldal. Mit jelent ez, hogy show a végén? Mert úgy tudom, hogy te járod az országot, vagy Budapestet, és különböző előadásokat is tartasz. Hát a show valóban show, igazából ez több kis projektet tartalmaz. Ez a jövőbe fog igazából kikörvalanzódni az embereknek, hogy mi is az a show gyakorlatilag. És a következő kampányunk végül is egy országos kampány lesz, ahol az egész országnak az meleg szórakozó helyét bejárjuk. És ott igazából az a ma szórakozni vágyó fiataloknak a tudását, illetve azzal kapcsolatban szeretnénk őket megkérdezni, hogy milyen információjuk van a hívvel kapcsolatban, nem az arra vagyunk kíváncsiak, hogy tudják-e, hogy hogyan lehet megfertőződni ma, hanem a magyar fiatalságot ma érdekli-e egyáltalán az, hogy meg tud-e fertőződni. Ez egy nagyon fontos különbség. Aha, úgy tudom, hogy te a megelőzésben is, tehát konkrétan gumiószereket is fogtok talán ott osztogatni, vagy? Eddig is kiosztottunk 55 ezer gumiószer 11 budapesti szórakozóhelyet, ezt szeretnénk most már egy kicsit túlnőni, és országos szintre fejleszteni ezt az egészet. Eddig mindenki számára markolással elérhető volt ez az ószer, mert minden bárpulton ott volt, tehát bele lehetett nyúlni, most a következő kampányban ezt már személyesen fogjuk mindenkinek a kezébe. Nyomtatványotok van-e, ahova ti elmentek, és ott valamilyen szórólap jelleggel, vagy nyomtatvány jelleggel valamit, és így felvilágosítást adtok-e? Ez a következő kampánynak lesz a lényege. A Norvég Civil Alappal nyertünk egy közös pályázatot a Plusz Egyesülettel, ami most a következő kampányomat fogja támogatni. Ott lesz mindenféle információ a szórólapon arra, hogy egyáltalán hogyan használjuk a gumit, hogyha ezt még valaki ma nem tudná. Amellett lesz sikosító, stb. És igazából ez a totó lesz a lényege, de eznek az egész felmérésnek nem csak igazából a felmérés a lényege, hanem tényleg az, hogy beszéljünk egyáltalán erre a dologra, egy olyan körülmények között, ami egy picit más, ami nem megszokott Magyarországon. Tehát nem egy üres fehér papíron fekete nyomtatott betűkkel leírni, hogy mi az, amire vigyázzál, hanem egy picit show jelleggel tálalni ezt az egész dolgot. Szexi fiúkkal, szexi ruhában például. Tehát akkor megmondod, hogy gyakorlatilag ez egy live show lesz, ami felvilágosító jelleggel. Tehát hát mint az általános iskolákban, illetve a gimnáziumokban ezek az oktatófilmek, csak éppen itt élőben, nem? Hát nem feltétlenül, tehát illusztráció nem lesz élőben. Ezt akartam megkérdezni, hogy nem lesz. Mert illusztráció készült erre. Elcélozgattam egy kicsit, hogy ez most így lesz, vagy nem lesz. Rákészült illetve. Nem, de megfelelőképpen szakmailag felkészített fiúk fogják mindenképpen ezt osztani. Négy fiú lesz egy szórakozó helyen, és hogyha... Megmutatják, hogy hogyan lehet felhúzni a gumit, vagy mit? Hát azt nem is, de ez az a papíron, amit adnak. De hasznos, ha valakinek van esetleg olyan kérdés, ami nem tiszta számára, akkor erre a fiúk fognak tudni válaszolni. Értem.
Na, itt egyfolytában a cseten kérdezgetik ezt az állandó felvonulásos történetet, hogy miért van rövidebb felvonulásra. Frenki, mondnál el, légy szíves, utána nézett a szerkesztő kollega. Igen, itt azért közben nézegetünk, meg kaptunk már SMS-eket is, tehát úgy néz ki a dolog valójában, hogy a Hősök tere oktogon, ez az útvonal, ott visszafordul, aztán a Hősök terénél lesz majd vége, vagy tehát oda mennek a felvonulók. Az, hogy miért van ez valójában, hát a rendőrség valószínűleg így tudja ezt biztosítani. Nem, megindukoltak, képzeld el? Na, mi történt? Elfogyott a kordon. Hát Magyarország egy szegény ország, nem mindenre ezt a baromságot, édes István, elfogyott a kordon, mert az árvízhez kell. Hát oda nem homokzsák kell? Nem tudom, Ila, itt már mindenki rak mindent mindenhova, úgyhogy bármi lehet itt. Nem tudom követni az eseményeket, mindig túlságosan. A kordonon átfolyik az a víz, nem?